Mi hajtotta be neki? Behajtott a kecskének. A kollégám vezette itt Újvidéken a Zadicára a kecskét, a bakkecskéhöz. Most, amikor elvezettem, nem volt a gazdája ottunk, mondja, hogy kössem oda. A kos, a birka kiugrott, azt ráugrott a kecskéről, azt behajtott. De nem volt sose kis kecske, ahogy én kérdeztem, nem volt semmi. De behajtott neki, ráugrott. Az anyja szerint neki ilyen. Kérdezte engem, hogy van-e baja, ha bazd meg én nem értek a kecskékről, mondom, se a birkát, hogy ula. Még nem volt csizmám. Isten. A Bábi Zoli vett a kiáll a rumba. Szóztuk haza, mondom, nincsen csizma, de ez maszkódás, de érdekes, hasznos állat, aki az a kecskék. Akinek nincs asszonya. Ha? Akinek nincs asszonya. Akinek. Még ha van is asszonya, még akkor is. Dúró, hús, kis gida, levágod, megsütöd, micsoda. Most akarom mondani, mikor főztük a pálinkát maradékon. Forró, itt olyan forró volt a víz. Belebasztuk a tyúkot, meg a pulykát, lepörgőte mindjárt. Most süttük a paprikás színátok, pucok. Ez forró víz volt itten, mert akkor tüzeltük éjjel-nappal.